Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Isten szentélyében, dicsérjétek hatalmas égboltozaton. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan. Dicsérjétek kürt zengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával. Dicsérjétek dobbal körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával. Dicsérjétek csengő cintányéral, dicsérjétek zengő cintányéral. Minden lélek dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat. Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ezen a mai délutáni, kora délutáni hangversenyem, ahol hát egy régen, 1998-ban alakult zenekart szeretnék bemutatni, akik 2002-ig évente tartották meg a táborukat, majd onnantól kezdve, ha szabad így fogalmazni, a rend hivatalos részfúvó zenekarává alakultak át. Akik itt voltak az elmúlt három napban, végig hallhatták, ahogy az Isten tiszteleteken és az alkalmakon végig szolgálták. És ez egy külön érdekesség is lesz talán, és nem mindenki tudja, de a zenekart ifjabb Márkus Mihály, nagy tiszteletű úr alapította, és talán ennek a hangversenynek egy külön érdekessége, hogy a mai kora délutánon ő fogja vezényelni a zenekart. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, Isten áldásával! Köszönjük szépen a bemutatást és a fölvezetést. A részfúvósok mindig örülnek, hogyha két-két szám között valaki beszél egy kicsit, mert akkor pihennek az izomzataik. Úgyhogy ezt mindig meg fogjuk tenni. Mindig elmondom, hogy mi következik, mert így ők is ki tudják keresni. De nem tudom, fejből ezért megnézem. A következő egy intráda lesz, egy Hafner nevű német zeneszerzőnek az intrádája C-durban. Ez a 12. oldalon van a kottájukban, és így már biztos meg fogják találni. Azt még el kell mondani, hogy természetesen az 1998-ban alakuló zenekarból nem sokan vannak. Van néhány olyan fiatal, akkor még kitalálva sem volt. Azóta viszont már itt van közöttünk. Én azért feltetetném a kezét azokkal, akik legalább az első 5 évben játszottak a zenekarban, feltennék a kezüket. Az első 5 évben 1, 2, 3, 4... Hát ennyien vannak azok közül, akik velünk kezdték, és a mostani zenekar szinte teljesen új, különösen is köszönhető azoknak a Solymári zenészeknek, akit Zubor Imre tanárul hozott ide. Nagyon hálásak vagyunk értük. Fogadják tehát Hafner Intráda in C. Thank you.
A legtöbb feldolgozásunkat Németországból kaptuk. Talán sokan tudják, hogy nagy hagyománya van Németországban a Posaunen kóroknak. Ezek a részfúvós zenekarok. Mi nem fúvós zenekar vagyunk, csak részfúvós hangszereket, meg egy kicsi, majdnem részfúvós hangszereket. A szaxofonok ugyanis hivatalosan fafúvósnak számítanak. Mi viszont a színük miatt befogadtuk őket. Németországban nagy hagyomány, és onnan kapjuk a kottáinkat, a lehetőséget. Egy nagy baj van, hogy Németországban a Posaunen kórusokat máshogy tanítják kottát olvasni, hogy ne menjenek el a katonazenekarokba játszani. Ugye ezért nekünk minden kottát el kell írni, mert Magyarországon más a rendszer, de szívesen tesszük ezt. És onnan nagyon sok feldolgozás, többek között spirituális feldolgozások. Most egy ilyet hallgassunk. Sometimes I feel like a motherless child. Néha úgy érzem magam, mint egy árva gyermek. Ezt fogadják szeretettel. Korán feldolgozásokat most a német énekeskönyvből játszunk néhányat. Ezen a mai koncerten az egyik, az most következik, de ezt már több ifjúsági ének csapattól is hallottuk, tehát a dallama valószínű, hogy ismerős lesz mindenkinek. Lammel feldolgozása, Ich lobe meinem Gott, én szeretem az én Uramat.
Köszönjük szépen. Nem csak modernet szoktunk játszani, klasszikust is. Az egyik tábornak a legnagyobb élménye az volt, amikor Händel Messiás Halleluja kórustételt játszottuk 30-40 ezes együtt. Én azt gondolom, hogy az sokaknak azért mond valamit és jelent. Most egy hasonlóan szép műből, egy kicsit más korszak, Mendelssohnnak egy koráját, Szent a seregek ura című koráját játsszuk. Én mindig azt mondtam, hogy Mendelssohnra egy jelző igaz, hogy szép zene, fogadják szeretettel. A 98 és 2002 között Naszájon tartottuk ezt a tábort, akkor ott voltam lelkész, és hát nem messze onnan lakott, akkor azóta már hírhetté vált, akkor sokak számára híres művészember, Galambos Lajos úr, aki trombitás. És amikor megemlítettük neki, talán 2000-ben volt, az Imi ott volt már, 12 éves volt, most pedig három gyermekes édesapa, hihetetlen, és itt van. És úgy tudom, hogy a felesége nézi most a közvetítést, tehát őt is köszöntjük. Szóval elhívtuk a táborba, először nem tudta, hogy mire véje, aztán utána eljött, meghallgatott meg és beszállt, és ennek az éneknek játszotta a szóló részét. Most nem ő fogja játszani, mert nem tudtuk lemenedzselni ezt, de fogadják szeretettel, Somewhere Over the Rainbow című ismert filmzenét fogjuk játszani.
következő ének megint egy olyan lesz, amit ifjúsági zenekarok már szoktak játszani magyar változatban. Jézus ragyog, ez a címe, ez a sora, a vezérsora, Shine, Jesus, Shine, hallgassuk szeretettel. ...1998-ban volt az első tábor, 99-ben az utolsó hétről ki kellett kérni azokat a résztvevőket, akik voltak, mert meghívásunk volt Stuttgartba, az ottani evangélikus egyházi napokra, és hát azok, akik akkor ott voltak, azoknak az az élményük adatott, hogy a záró istentiszteleten, a kapu mögötti ívben, az ottani stadionban mintegy 5000 résztvevős játszott együtt. Egy 3 méteres ilyen magas lesről 1 méteres tamburpálcával vezényelt a karnagy, hogy azért egyszerre játszon ennyi ember. Azt nem tudom, hogy hány üsdob volt, de volt abból is legalább egy szakajtó. Szóval hihetetlen. Az orgona 5000 síp volt igazából, és játszottak együtt. Akkor az volt ennek a kirendtárnak a vezér gondolata, hogy ti vagytok a föld sói. Tehát azért talán érzik, hogy azért volt a Dunántúli Református Egyházi Napoknak egyfajta előképe, ahonnan nem csak az ötletet merítettük, hanem bizony nagyon sok dolgot tanultunk az ottaniaktól. Többek között átvettünk néhány éneket, most ezt hallgassuk meg, ti vagytok a föld sója. Az az érdekessége, hogy ez erre a kirhentágra készült, írt nóta, ének, énekeskönyvbe azóta bekerült. Tehát a jelenlegi német énekeskönyvben benne van. Így is lehet újítani énekeskönyvet, hogy egy
nagyon jól sikerült fesztivál énekét, 10 év múlva beveszik az énekeskönyvbe. Fogadják ezt szeretettel. Így van leírva, kotta. Nem elrontották a végét, tényleg. A következőben megint egy spirituálit fogunk játszani, aminek nagyon rövid és egyszerű címe van, Ámen. És elvileg a szövege is ennyi, tehát Ámen, 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 azaz úgy legyen, fogadják ezt szeretettel.
Természetesen, mivel ilyen sok fiatal zenész van közöttünk, akik most vannak először a táborban, tegyék fel a kezüket, azok, akik most vannak először ilyen részfogós táborban, tegyék, te egy, az a legfiatalabb volt, igen, jó? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, több mint a fele, ugye érzik? Hétfő óta zenélnek velünk együtt, annyi, hogy talán egy héttel hamarabb megkapták ott át, és amit most hallottak, ez a, ennek a hétnek a gyümölcse. Én azt gondolom, hogy megérdemlik a tapsot. Persze ez azt is jelenti, hogy a repertoárban nehezebb darab, amit bár benne van a kottában, most nem tanultunk meg, nem volt rá időnk, lehetőségünk, de talán nem volt olyan elrettentő ez az egy hét nekik, és talán legközelebb is jönnek. Sőt, van egy, most így nem ellenőrzöm, hogy szól ez a megkés, de egy előzetes jelzés, hogy esetleg jövőre a Csináljuk a Fesztivált Pápai Fesztiválra szeretettel várnának bennünket. Ez július közepén lesz, ha jól tudom, és hát erre még egy-két nehezebb nótát is meg fogunk tudni akkor tanulni, és mert lesz egy önálló koncert lehetőség, illetőleg a 200-250 zenésszel együtt Jákob Dehán műveket adhatunk elő a szerző vezényletével. Azt gondolom, ez egy újabb nagy élmény lehet a részfogósoknak, hogy aztán 2024-ben ne felejtsenek el majd Tatára is eljönni, hogy ott is tudjunk együtt zenélni. Újabb filmzene következik, a Jézus Krisztus Superstar című filmből. Én nem tudom, hogy szeressem őt. I don't know how to love him. Oh.
Nem azért játszunk el ilyen szokatlan fölállásban, mert így szoktunk, hogy eltakarjuk a tubákat, hanem a rendezvény így adta lehetőséget, hiszen nem sokára itt még egy koncert lesz, és arra meg nem volt sok munkatársunk, hogy háromszor építsenek színpad ide a templomba. Azt mondtuk, hogy hát most akkor elfogadjuk a körülményeket. Az utolsó előtti szám következik, és szeretném itt megköszönni, mielőtt tovább mennénk, hiszen abban biztosak lehetnek, hogy én hétfőtől szombatig nem tudtam velük minden nap próbálni, és voltak olyan segítőink, akik én az esti próbákat tudtam megcsinálni este 7-től 8-9-ig, amikor meddig tudtuk tartani. És hadd emeljem ki Soltész Kálmán tanárurat, aki a pótkar nagy volt. Kálmán, légy szíves. Zubor Imre tanárat, aki a zenekar felét hozta. Enyingről Demény István tanárat, aki a szólampróbákban sokat segítkezett. És ha jól tudom, még Lukács Zoli is az ősidők óta velünk játszó között volt, aki szintén a szólampróbákban velünk volt. Köszönjük, Zoltán! Nagyon érdekes, hogy hogy kezdik el megkedvelni a nótákat. Az, amit most játszunk, az az a nóta, amit bármikor, bármilyen fáradtak, még egyszer játsszuk el. Ez volt az ének, eznek az a címe, hogy Nagy Király. Köszönjük szépen. És akkor fogadjanak egy útravalót tőlünk.
nem csak azért, mert 45 percre játszunk, és ez már azért elfárasztotta a fiatalokat, hanem azért is, mert letelik az a műsoridő, amivel készültünk. Ez egy útravaló minnyájuknak. Azt mondtuk, hogy azt játsszuk, amit az énekkarunk szokott énekelni szöveg nélkül. Mondta a kántorunk, hogy azt megnézni, hogy szöveggel játsszuk. Egy íráldás következik, így induljanak majd haza, akik nem maradnak már itt. De mindenkit szeretnénk arra biztatni, hogy 17:30-kor még nézzen ide-vissza, hiszen egy olyan koncert élmény lehet itt a részük, ami talán nem sokszor adatik meg, hiszen az Aranyakkord együttes játszik majd ezen a színpadon. Mi voltunk az előzenekaruk, csak ők még beállnak utánunk. Szóval ez egy ingyenes koncert lesz, 5 órakor fogunk majd kaput nyitni, 17:30-kor kezdődik a koncert, addig sétálnak a városban, nézzék meg a Református utcát, igyanak egy kávét a Pannoniában, legyenek még itt, élvezzék ki ennek a napnak a szépségét, és zárószámként fogadják tőlünk az Íráldást. Ugye előbb elárultam, hogy van egy olyan számunk, amit mindig bármilyen körülmények között eljátszanak, hát ezt most akkor hallgassuk meg még egyszer. Thank you.
kettő, három. Csak arra szeretnék invitálni mindenkit, hogy legyenek szívesek két év múlva ellenőrizni, hogy fejlődtünk-e valamit. Két év múlva a következő renddel szeretnék megint egy koncerttel megörvendeztetni a kedves közönségünket. A mai naphoz további kellemes délutánt és szép együtt töltött időt kívánom. Köszönjük szépen!